one shot. Szegeden rendezték meg a napokban a gyorsasági görkorcsolya diákolimpia országos döntőjét, amelyre az utóbbi évek legmagasabb létszámú nevezése érkezett, több mint 200 gyerkőc mérte össze a tudását, de mitől is ilyen népszerű ez a sportág? Kell az ész, kell a technika nagyon, úgyhogy annyira változatos, hogy én azt gondolom, hogy ez fogja meg őket. Egyszerűen nem megy át soha monotonitásba. Amiket meg látunk, hogy esélyesek, azok bizony benne vannak. Nekünk is volt 3 hete, még nem volt a praxisunkban 16 év alatt ilyen komoly sérülés, az egy állkapocstörés volt, de hát a legnagyobb baj az, hogy a hétvégén nem jöhetett versenyre. Tehát nem az, hogy megtörtént, hanem az, hogy most akkor miből marad ezen keresztül ki. Úgyhogy hát függőek a gyerekeink ettől a sporttól, elég rendesen szenvedélybetegekké válnak a görkori sporttól. A versenyen rövid és hosszú távokon mérték össze a tudásukat a gyerekek. A kezdőnek számító görkorisok mellett a már versenyszerűen sportolók is a rajtvonalhoz álltak a forró betonpályán. A haladók között volt a 4. osztályt most befejező Sándor Lilla is. Aki megnéz egy ilyet, azt mondja, hogy örült vagy, hogy ezt a sportágat választottad. Én pont ezt szeretem a legjobban. Kívülről lehet örültnek tűnik, de belülről sokkal nyugodtabb. El szeretnék utána kezdeni jegezni, és majd válogatott jeges szeretnék lenni utána, meg kijutni az olimpiára. Lilla családja szinte minden versenyére, akár külföldre is elkísérik őt. A futamok között ők a támaszai a tanulmányi versenyeket nyerő, kitűnő tanuló kislánynak. Makacs is, de ő eléggé öntudatos, úgy gondolom, hogy azért fejben eléggé a korát meghazudtó módon tud gondolkodni és koncentrálni egy verseny alkalmával. Mindenki azt szeretné, szerintem a gyereke elől végezzen, de nekünk azért hosszú távú terveink vannak. Tehát én azt mondtam mindig a Lillának, hogy nem gond az, hogyha most nem a dobogó tetején van, majd eljön az ő ideje, várjuk ki azt. Ebben a sportágban bizony elég gyakori a sérülés, és az igencsak fájhat, amikor 20-25 km/h sebesség mellett valaki elhasal a betonon. Már csak ezért is nagyon fontos a megfelelő védőfelszerelés. A kisebbek ilyen kemény védővel kezdenek, csak abban nem nagyon hajlanak a testrészek. Nekem például most ilyen memóriahabos van, ami ütés hatására megkeményedik. Kézvédő is van különböző fajta, nagyok már kesztyűt, a kisebbek viszont ilyen kemény védőt hordanak, és ez nagyoknál már nem megengedett, mert ugye megcsaphatnak bárkit. Sisakasz kötelező. Én a szöveget ajánlom, mert a bogarak ellen. Kerekekből van különböző méret, kell mérethez megfelelő sín, meg egy cipő, ami nem nyomja föl a lábadat. Lilla apukájának is fontos dolga akad egy-egy futam előtt és alatt. Ő adja az utolsó jó tanácsokat, aztán siet a palánk mellé, hogy videóra vegye a kislánya versenyét. Az a fontos most már, hogy jó eredményeket érjen el, vagy még mindig megvan benne az a szeretet, ami mondjuk a sportág iránt vonzotta a kislányotokat? Elsődleges a sportág szeretete, és itt kiemelném külön meg a csapat szeretetét is. Tehát egy nagyon jó közösséget alkot a csapat, mondhatom nyugodtan, hogy a gyerekek barátok is egymás között, úgyhogy az az elsődleges húzóerő. Természetesen most már azért eljutott abba a korba, és szerencsére most már az eredménye is olyanok, hogy szükség van arra is, hogy egy versenyen eredményesen szerepeljen. De hamarosan lesz majd konkurencia is a családban, mert Lilla húga, az 5 éves Léna is görkorcsolyát húzott már a lábára, ráadásul az amatőrök között már a dobogóra is felállhatott. És melyik őtök az ügyesebb szerinted?